Mindenkit üdvözlök, Levente vagyok, és ez pedig a Resident Evil 7 harmadik része. Igazából kezdjünk is neki. Nem szeretném előről elmondani a történetet, inkább nagyjából ahol jelenleg járunk, azt szeretném elmondani, hogy hol is tartunk, és hogy merre haladunk. Elsősorban, akit érdekel a történet, az a csatornán megtalálja az első résztől kezdve a történéseket. Megpróbáltam mindent lefordítani, illetve elmondani, hogy akkor mi is, merre is történik. Jelenleg megpróbáljuk kinyitni a főbejárati ajtót, hiszen el akarunk menekülni, úgymond van a házból, ami a main hallba van, egy ilyen három kutyafej tábrázoló kép, és jelenleg ezt az ajtót próbáljuk meg kinyitni, itt a harmadik kutyafej is, úgyhogy igazából minden adott ahhoz, hogy tovább jussunk. Sajnos nem sok mindenünk van, amivel kezdhetünk valamit, bár valószínűleg, hogy történt csinálunk, szóval már egy kicsit előrébb vagyunk. Tárazunk, és neki is indulunk le a földszintre. Van egy skorpió kulcsunk, amivel ki tudjuk nyitni. Megint itt a nénike. Aki nem követte az eseményeket, amikor megjelent a nénike, utána valahogy rögtön megjelent az az ember, akit már másodjára is megpróbáltunk megölni. Meg se lehet támadni, ez az egy igazság. Mindegy, megpróbálkoztunk vele. Szóval itt jobbra fogunk fordulni, és elvileg megvan ez a kulcsunk hozzá. Így igaz. Hú, a nénike eltűnt, de jó. Oké. Szóval itt vagyunk a főbejáratnál, ami tök jó, most már ki tudjuk nyitni ezt az ajtót. Viszont ott van egy sörétes fegyver, amit nem tudunk fölvenni, és az Istenért nem tudok rájönni, hogy mit kellene a helyére rakni, hiszen hogyha fölvesszük, becsukódik az ajtó. És ez nekünk elég nagy érvágás, mondhatni. És semmi nincs, ami segítene ezen a dolgon. Körülnéztem már itt egyszer-kétszer, de nem igazán találtam semmi használhatót. Ez az angyal szobor is több helyen megjelent, és nem lehetett vele semmit csinálni. Na szóval itt a háromfejű kutya, és itt a harmadik feje is, amivel most kinyitottuk az ajtót. Kijutottunk. Reméljük, hogy ez jó nekünk, illetve bízunk benne, hogy ez egy kicsit segít. Nyilván segíteni fog, milyen értékben azt viszont nem tudom. Töltény. Sok más választás lehetőség nincs, amerre nagyon mehetnénk. Valamit hallottam. Hát szépen meg. Mókolt egy valami. Hát jó, nézzünk körül.
mindenhol. Á, gondolom. Ó, még egy mentéspont, ahogy látom. Ha. Hoppá, szteroid megnöveli az életet. Itt van egy 3. Stabilizátor. Ha. Újra tölti a gyors sebességet. Olyan jó, hogy ki lehet nyitni, csak nem találsz benne semmit. Kicsit. Hey bro! Ez azt írja, hogy a testem kezd egyre furcsább és furcsább lenni, és akkor nem sokára olyanná válok, mint a mama és a papa. Az egész az ő hibája, lányra utal. Talán elfussak? Nem tudok. Halott vagyok, hogyha megtalál. Hogy kitalálja, megtalál. Sivez. I have to find out more. Annyit ír, hogy miatt tud valamit végső soron. Ez a nő miatt tud valamit végső, és hogyha megvan a szérum, akkor meg tudom magamat gyógyítani, és akkor többet kell kitalálnom róla. Hoppá, fegyver! Oh-ho. 44-es magnum! Uhú! Uhú! Szóval úgy áll a helyzet, hogy itt mentünk. Nem. Szóval úgy áll a helyzet, hogy valószínűsíthető, hogy ez a lány, aki a lányok, akiről még Broken Engem, eltörött fegyver, akiről még nem sok mindent tudunk, az az valószínűleg azt tette azt velük, ami történt végső soron, tehát ő változtatta át őket valahogy valamilyen úton, módon. Hogy mivé még nem tudjuk, még nem derült ki, viszont valószínűleg, hogy ő a tettes. Na most van itt egy treasure fotó, egy kincses kép, ami... Ahol már szerintem jártam, csak nem vagyok benne biztos, hogy emlékszem, hogy hol volt. Na szóval... Jelenleg itt úgy nézem, hogy nem sok mindent tudok tenni az ügy érdekében. Az a kulcs kell, mint látom, rendesen kiszabadultuk egyelőre a házból, ami nem biztos, hogy teljesen jó dolog, illetve megint csak egy csomó kérdést vetett föl az egészben. Azt hittem, hogy kijövünk és a Zoe telefonálni fog. Na most a Zoe az párszor telefonált, ő elvileg a lányuk, de nem vagyok benne biztos, hogy... De jó, megtartom, tiszta jó. Nem vagyok benne biztos, elvileg segít nekünk, gyakorlatilag ezt nem tudhatjuk, illetve nem látjuk annyira a szándékait még. Itt van még egy videó lejátszó. Antikérme. Tehát itt van végül is a békás családról egy kép. Ugyebár... A mamma kiányzik róla. Na most, hogy bár a kisrásznak olvastuk el a feljegyzéseit, miszerint, hogy a teste egyre furcsább és furcsább. És...
és nem tudjuk, hogy miért, de ő írta, és a lányáról, aki valószínűleg a Zoe, aki elvileg segít nekünk, de hogy ez jó nekünk, azt még nem tudom. Nekik már túl késő, ennyi van odaírva. Egy 3-as, ott egy 5-ös, ott meg egy 9-es. Hát itt nem nagyon látok mást. Megyünk tovább. Na, azt ilyenkor kezd el csörögni a telefon, mindegy. Na szóval, nézzük. Megcsináltad. Az egy, egyetlen vagyok ilyen sok egyet. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here. Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. All right. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Na szóval, mint látjátok, segít nekünk, de hogy ez jó-e nekünk, vagy nem, nem tudom. Érdekes. Még nem igazán tudom eldönteni róla, hogy az jó lesz-e nekünk, vagy sem. Vagy csak a képzeletünk szüleménye. Ez az egész. Szóval a vízparton van egy öreg ház. Old House fele kell mennünk. Mindegy, körülnézünk mindenhol, ahol lehet. Azért a Treasure-ért majd vissza kellene menni, illetve hogy... Na mindegy, hát... reméljük, az anyukájával el tudunk bánni, illetve... Aha, ez a rész, ez az a rész, ahol a Miával is játszanunk kellett. Illetve a Mia is erre jött, és tényleg így már az anyjával volt menekülő, anyja elől menekült. Örülnék egy kis... Oh! Nagyon jó, tudok életet kreálni magamnak. Ez már egyszer jó dolog. Jó. Aha. Jó. Aha. Gyere ide. Aha. Oké, úgy nézem, hogy ezeket meg tudom ölni. Sajnos nem túl sok lőszerem van, szóval tartalékoskodni kell. Igazából 14. Ami hát lássuk be ebbe a játékba, elég kevéske. Ez itt egy mély raj, ahogy látom. Új ellenségek, de jó. Ha vajon el tudok menni alattuk? Aha, nem tudok, jó.
Megpróbáltuk, nem jött össze. Ez még egy kicsit gyenge vagyok, vagy nem is tudom, valami tűz esetleg segítene. Hú. Odafönt van, nem menj föl, de a don't az ki van húzva, tehát végül is mégse, vagy mégis menj föl, csak mégse, tehát ez a nem tud eldönteni, hogy áú, áú, áú. Áú, áú. Áú! Ugyanúgy tartok, ahol a parcokat, csak konkrétan... Miért hoztam el ezt? Aha, itt van, hogy lehet csinálni. Hát lehetne. Aha, tehát most már ezzel a solid fuel-lel, ez a gyenge üzemanyaggal végül is tudok csinálni ilyen égőt, vagy nem ilyen égőt, hanem valami ízét. Illetve ez a burner fuel, ez a bunsen égő végül is, vagy nem is tudom. Frame round, ez pedig 100 darab? Ó, pedig milyen jó lenne. Valahogy nem. Mi volt ez? Húha. Azok ott micsodák? És mit kerestek azok ott? Ez egy csomó bók. Olyan jó, hogy a sörétesbe ad történt, de még nem szereztem meg a sörétest. Ez kék ennyi. Hát jó, megpróbáljuk ezt kinyitni lockpick-kel. Reméljük, hogy egy hasznos dolog lesz benne. Oh, first aid, ez jó. Azt szeretjük. Aha, ez már nem jó. Aha, megvan a régi háznak az térképe is. Galéria fele haladunk. Be... PlayStation. Hát jó. Nagyon jó lenne egy sárga folyadék, vagy valami hasonló, mert... Mert hogy nem igazán van, amivel tudnék valami égőt csinálni. Aha.
Itt volt ugyebár Miával az a rész, amikor ki kellett raknunk a pókot. De mivel nincs meg a hozzátartozó... Hova elrakadtam volna azt a maszkot? Mindegy. Nincs meg a hozzátartozó kis puzzle játékunk, így nem tudjuk kinyitni. De egyébként úgy ezzel át tudnánk menni a másik oldalára a folyónak. Hó, burner grip. Hó, ez fegyver. Vagy nem. Ja nem, ez ilyen égő valami. Össze lehet valamivel kombinálni. Hát gondolom a flaskával kéne összekombinálni, amit craftolnom kéne, de még... Mindig... Aha! Ó, hát nagyon szomorú vagyok. Hát jó, ebből megeszünk egyet. És akkor most már kombinálunk egy ilyet. Ohohoho, nagyon jó! Na most ezt nem értem, hogy most akkor ez vagy van? Mit van? Miért van így? Itt hagytunk valamit? Oh, oh. Aha. Most én ezt... Na hát az ilyenek miatt azért tényleg jó ez a... kis drog. Vagy micsoda. Majdnem. Hasonlít. Kombinálhatjuk valamit, ez olyan, mint egy lángszórószerű valami kéne, hogy legyen, de... De hát nem engedi semmivel se kombinálni. Ez a nagy problémám, hogy... Ez érdekes kicsit, hogy nem engedi, vagy nem tudom kombinálni. Egy kicsit bajos, sabb egy dolog, mindegy. Megyünk tovább. Ó, itt egy mentéspont, de jó! El is mentjük. Hoho, you can carry more item, de jó! Kaptunk még egy sornyi helyet, amivel tudunk több mindent cipelni magunkkal, ami egy igazán jó dolog. Ezt is szétlőttük, helyet csapjuk. Ezt átrakjuk egyenlőre. És... van ugye... műszerünk. Ezt nem tudom, hogy ez hogyan is kéne... nekünk használni. Nem tudom. Tényleg eszem nincs a dologhoz, hogy... lehet, hogy... Thank you.
Nem. Érdekes, hogy használni se lehet, és... nem is enged semmit csinálni vele. Hát, mindegy, egy kicsit így... így érdekes a dolog. Hát ez tényleg csak ilyen gyors mentéspont. Hát jó, igazából nem, mert... nem, mert nincs se fegyver. Jó, van pár töltényem. De ezek ellen a... ezt nem tudom. Ez pedig annyira úgy néz neki, hogy ezzel kéne összepárosítani, de egyszerűen nem igazán akarja az igazságot. Semmi. Nem igazán, ez úgy, azt úgy megcsináltuk a... nem tudom miért. Ammo gránát launcher, fuel for the burner. Üzemanyag az égőhöz. De milyen égőhöz? Ez tiszta égő. Hát pedig... így bajos lesz akármit is csinálni. Meg akármerre is menni, hiszen itt is itt vannak ezek a dögök. Mellett én igaz, hogy elfutottam, de... de nem igazán. Tudok jelenleg szerintem mellettük még egyszer elfutni. Hát ezek a hülye pókok. Ezek se éppen bizalomgerjesztők. Ezek még úgy nem. És egyszerűen nem tudom, hogy... valami mellett eljöttem volna, és nem... hát ez pedig így nagyon nagy probléma. Mivel hogy erre se igazán tudok. Aha, itt erre el tudok sunyogni. Ott azt kinyitottuk. Aha, ott az izzó, égő, de jó. Haha. Oké, zöldség is van. Jó. Nagyon jó. Aha, össze lehet kombinálni. Hó, micsoda fegyvert alkottunk. Na tehát ez kellett, ez az izzó kellett elé. Aha. Hát ez... ez csuda jó. Na, így már jobb. Na gyerekek, így már mókásabb a dolog. Aha. Hát jó.
Hát ez meddig? Aha, oda meg kell valami jó. Úgy néz ki, hogy... Ezek is fölé élednek, illetve... Illetve gyorsabban égnek. Tuti, nagyon tuti, visszamegyünk, elmentjük. Most már, hogyha már ilyen tuti fegyverünk van. Mert amint nézem, ez a 200 töltése éppen a... Éppen egy túlon túl sok. Amennyik van. 350-ről indultunk, már csak 250 van, úgyhogy... Bajos, bajos, nem baj, nem baj. Na, kitaláljuk még, hogy hogy lesz. De így már egy kicsit jobb, hogy előrébb jutottunk. Kicsit merészebben lehet mocorogni a pályán. Töltünk. Ez az antik érmegyűjtemény, ez valami... Érdekes. Hoppá, ott van Mia. Mindig el akartam mondani. Hoppá. Aha, tehát úgy néz ki, hogy mégiscsak él a Mia, illetve hát ahogy nézzük, valamilyen szinten biztos, hogy él. Kérdés, hogy milyen állapotba. Illetve miként él. A srácnak egyébként az ebéd vacsoránál levágták a kezét. Úgy néz ki, hogy elég ügyesen visszanőtt. Most mi ugyebár az apját elinti. Ujjaj, ujjaj. Au. Aha. Oho. Oké. Okay.
Na szóval. Hát akkor ezt is kinyitottuk. Először elmentjük, bár sok mindent nem tudok vele elérni, hiszen nagy igazság az, hogy bár életet valószínűleg mindjárt csinálok. Már arra szükségünk van fegyverben, mert mindig nem éppen a legesleg vidámabban állunk. Nagy probléma, hogy ebből is kezd kifogyni a töltény, jó. Oké. Mindent elhasználhatom, ami volt. Hát akkor megyünk, körülnézünk 67%-nyi gázzal, ami egy kicsit gáz. Meglátjuk, meddig jutunk ezzel. Úgy néz ki, a mamik az... Úgy néz ki, a mamika az egy kicsit bogármániás. Kicsit bogaras, mondhatni. Hát, muszáj átmennünk itt. Nem vagyok egy bogárt kedvelő ember. Na tessék. Itt volt azt, amit át tudnánk alakítani égő anyaggá. Elhasználtam mindenemet, basszus. Az emeleten van fönt a... Hoppá, ott van egy... Oh yeah, itt egy kiárat van, erre menekültünk el a Nomiával, illetve az előző, amikor felidéztük az emlékeit. De ide nincs még kulcsom. Hoho, de jó. Tudunk csinálni égő anyagot. Na, Zoe. Már is fordítom, egy kicsit én is megpróbálom értelmezni. Na most itt azt írja, hogy ez egy üzenet Zoe-nak, hogy kedves Zoe, megpróbáltál idejönni az, illetve följönni, hozzányúlni az oltáromhoz. Ez az Altaire azt jelenti, egy fél pillanat leellenőrzem, bocsánat. Senkinek nem lehet tökéletes az angol tudásom, de nyangolnak. Így van oltár. Az oltáromhoz, és akkor, hogy bár sose születtél volna meg, ilyesmiket írt, patetikusnak nevezte, ugyebár, és végül is itt a lány ellen mentek, tehát itt ez által, az üzenet által, azt gondolhatjuk, hogy Zoe végül is jó, de ez még mindig elég kérdéses a dolog. Számomra legalábbis. Úgyhogy... Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz még ebből. Hoho, az nagyon jó, az kell.
Hey, bro. Szóval, most már van egy olyan csörlünk, úgymond van, amivel egy kicsit úgy néz ki, hogy megkönnyíthetjük az átjárásunkat. Innen oda, illetve vissza, illetve almot ki tudjuk nyitni azt a hidat. Legalábbis reménykedem benne. Jó, elrakta. Helyes. Ezt megesszük. Bedrogozzuk magunkat. Hát, ha látunk valami olyat, amit még nem láttunk, és nem vettünk föl. Így az úton. Például itt. Hoha, 44-es Magnum ammo. Elég rendesen vannak olyan helyek, ahol el vannak dugva a dolgok. Itt azért átmentünk, voltunk, illetve át is kell mennünk. De ez az részen talán egy kicsit jobban előre. Na. Oké, jó, akkor ezt teljes mértékben fel kellett volna gyújtani, mindegy. Felgyújtottuk. Ott is van valami. Oké. Elhasználunk egy ilyet. Meggyógyítottuk a sebünket. Aha. Érdekes. Úgy néz ki, hogy ezekkel a valami kis... Mintha ideges. Valamiért mérges lett. Nem értem miért. Azért egy ilyen kaptár az el... Hol vagy? Hol vagy? Mi van? Mi van? Hol van? Maradj is ott. Mondjuk az a baj, hogy nekem pont arra kell mennem. Na mindegy, mentünk egyet. Elismétlen bocsánat, sokszor mentek az az igazság, hogy én jobban szeretek biztosra menni, és ezért van az, hogy többször szoktam menteni, mint
amennyiszer talán kellene, nem vagyok benne biztos, hogy talán kellene, de... Nem érzem túlzottnak ezt az egész fegyver. Most valószínűleg direkt meg is halok, de úgy néz ki, hogy ez is egy olyan ellens. Aha, vagy nem. Okay. Hát ez olyan jó döntés is volt, meg nem is. Na most az az igazság, hogy tovább jutottunk egy részen, viszont elég sok mindent belelőttem a vénségbe, amit nem biztos, hogy bele kellett volna. Hoho! Megvan a kulcs, amivel ki tudjuk nyitni ezt a holló ajtót. Ami jó, mert van több is, ami ilyen holló ajtós. És most az a lényeg, hogy jelen pillanatban akkor úgy állunk, hogy föl tudunk menni a második emeletre. Valamennyi töltényünk is van, nem dúskálunk benne. Viszont a főházban is van egy ilyen rész, ahova föl tudunk ezáltal már menni. Ó, de jó. Na várjunk, Aha, de jó, most vettem fel a ízt. Tervét ennek a flamethrower cuccnak. Most nem is tudom, hogy visszamenjek-e a főházba. Körülnézni. De biztos, hogy majd vissza kell menni, úgyhogy egyelőre megnézzük, hogy mit tartogat nekünk. A mentéssel rosszul állunk, igazából nem mentettünk a harc óta, úgymond. De jó, köszi.
A francba ilyenkor kell nekem is tölteni. Basszus, megnyomtam a kontrollt, azt hittem, hogy azzal guggolok le, de nem. Uh-huh. It's mine, my light. Hűha. Na hát, hogy néz ki, az első arcunk megvolt a mamával is. Lehet a második. Na nézzük, hát mindegy. Szomorú vagyok, elhasználtam egy életet, pedig nem kellett volna, és nem is akartam. Szóval itt az oltárja. Loot. Hűha. Ez... mi? Aha. Valami szérumból ki lehet nyerni, vagy ebből nyertek ki valami szérumot. Aha. Zoe telefonál ismételten. Well, did you find a serum? I just got done dealing with your mom and fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Meet me at the trailer if you find it. Tehát ennek a D-series-nek, a D-szériának kell a fej és a kéz. Elvileg. Hát... örültem volna itt egy mentéspontnak. Oha. Valamerre, de az a nagy igazság, hogy nem igazán látok semmit. Egy voodoo-boba. Október 11 napló. Az egész nap a fülem csengett. Nem tudok addig aludni, míg a gyerek megjelenik. Something strange about the chill. Szóval ez az anyának a naplója. És akkor valami gyerekről beszél, aki megmutatkozik neki. És Zoe azt mondta, hogy valami furcsa dolog van ezzel a gyerekkel. És a női
is fele van, vagy nem is tudom, hogy ez mit jelent pontosan. És akkor egy másik bejegyzésnél ugye már azt mondja, hogy ha lát dolgokat és hall dolgokat, és nem tudja megállítani ezeket az érzéseket, tehát nem tudja kordában tartani igazából, el kell mennem egy orvoshoz a faluba, hogy adjon nekem egy X-ray, tehát végül is vizsgáljon őt, és akkor vajon mi történhet velem. És akkor a következő bejegyzés már az, hogy egy hétre rá, vagy egy hétre, 8 napra rá, hogy a gyerek adott neki egy meglepetést, egy ajándékot, és akkor október következő részénél meg ott az van, hogy az ajándékot elhelyezte egy titkos szobában a második emeleten, és akkor senki nem fog rá találni. A kéz, a jele a gyerek bizalmának, és akkor az a kéz megmutatja a boldogságot, tehát vezet a boldogsághoz. That happiness, to love, to live. Hát érdekes, hogy akkor ebből mi is fog... Ha, de jó. Hogy mi is fog ebből kijönni. Mert egyre érdekesebb a történet, és egyre kuszább, hogy akkor ki is rossz, mi is rossz, és akkor hogy mi velünk, mi lesz. Ott vannak bogarak. Hát komolyan azt hittem, hogy nagy bogarak, de jól átvert minket a játék. Antik pénzérme. Talán antik pénzérmét kell. Ide valami lámpás kéne, gondolom én. Ezzel kinyílik. Talán mind a kettő? Nem volt semmi lámpás itt a környéken, ezt nem lehet elrakni. És nincs is rajta semmi. Nincs ráírva, rárajzolva. Ezt csak meg lehet nézni, hogy ez egy csutka voodoo baba. Nagyon jó. Előrébb vagyunk vele. Oda kéne találni valamit. De mi az Isten kéne oda? Honnan nem lehet ezt levenni? Nem. Hát gondolom a nénikének hogy lámpáját, ami a kezébe volt. Így első pillanatra talán azt találnám ki. Ha már innen nem lehet más el sem venni. Persze, hogy fölé lett. Már hallom a hangját is. Ki gondolta volna? Hát jó, mentünk egyet. Ezek úgy se sebeznek. Már vagyunk itt mellett, kicsit gusztustalan, de... De megpróbálkozunk vele. Jó. Tadadadadadadam. Jó, mentünk. Oké. Lehet, hogy ott a kis házban. Lehet, hogy hülyeséget mondok, de
voltak ilyen hármas valamik, lehet, hogy be kellett volna dobni ilyen pénzérmét. És lehet, hogy vissza is szaladok oda. Megnézem, bár nem vagyok benne biztos, az igazság az, hogy 44-es magnum jól jönne. De ugyanúgy a shotgun is jól jönne. Szóval, hülyék. Én barom, nem erre kéne jönnöm. Úgyhogy... Nos, nem tudom. Visszamenjek, megpróbáljam. Veszteni nem vesztek semmit. Valószínűleg csak nem fognak rám támadni. Már biztos, hogy vissza kell majd oda menni. Úgyhogy szerintem visszanézek. Meglessük hát, ha... Mennyivel gyorsabban fut itt? Tehát nézzük csak, hogy magamhoz veszek mindegyiket, egyet. És... Aha! Aha! Ez nagyon jó! Aha. Hú! 9 kell a magnumhoz. Hát az már most nem jön össze. Basszus. Mondjuk amúgy se volt többem. Mert nézzük, hogy ezt a... Hát megnézzük. Hát jó, akkor... Érdekes. Szteroidok. Hoho. Határozatlan időre marad meg. Na hát nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy itt ezt elrakom. És elmentek itt egyet. És... Hát majd mikor kell, akkor fogom használni. De határozatlan időre veszti el a... Határozatlan idő belül veszti el a hatását. Tehát lehet, hogy őre élet meg egy nap egy kicsit megerősít minket. Mindegy, egy erősebb harc után előtt megpróbáljuk bevenni, és meglátjuk, mit fog hozni a sors.
Szóval visszatértünk a régi házhoz, és ugye nyilván erre kell mennünk tovább. A nénike gondoskodott az útvonal mutatásról, illetve a nénikében ami maradt probléma az, hogy ő hurrá! What the fuck? That's special. That's special, ez különleges. Kút. Na, fölérünk és tudja, hogy várva vár minket. Tehát kijöttünk. Aha. Ott ahol elvileg ide is. Na mindegy, jó. Hát jó. Hát sok választás. Aha, treasure fotó. Még van egy treasure fotónk még egy. Ez egy WC, és a WC mellett egy csomó hamutartó. Ez a izé. Ez itt van a házban. Ott van egy... Na, ez jó is, hogy kinyitjuk. Nem ez, hanem itt bent egy... itt van egy WC. És itt a WC-nek egy... Hát ez nem volt túl nagy treasure. Egy... három darabos magnum töltény kombó. Hát, jó, nyilván a kicsinek is örülni kell. Azért többre vágytam egy ilyen treasure fotós kitalálás után. Jó, nyilván nem egy nagy feladvány volt, de azért hát na. Nagyon jól visszaadja a játéka, tehát el kell mondjam, nem tudom YouTube-on keresztül mennyire hallatszódik, jelenleg egy rockát 5.1-es fülhallgatón játszok, és egyszerűen zseniális ez a térhatás, amit megcsináltak a játékban, nagyon jó. Úgyhogy... aki teheti, hogy játszik ezzel a játékkal, az fülhallgatóval, és még hogyha virtuálizált 5.1-el is nagyon-nagyon-nagyon jól megcsinálták, és jól néz ki. Hoppá, kaptunk, úgy néz ki, egy újfajta keverhető dolgot, viszont... Aha, ez külön választó. Tehát, hogyha ezt használjuk, tehát akkor az összetett dolgot azt szét lehet vele szedni. Hogyha esetleg nagyobb szükségünk van valami másra, nem egy rossz dolog. A probléma az, hogy egyéb iránt nem lehet másra használni, ami... Hát mondjuk úgy, hogy ázzal kinyitjuk. Nem. Solid fuel. Probléma az, hogy nem vagyunk sokkal előrébb bele. Viszont még mindig nincs semmi sok mindenünk. Hát jó. Lejöttünk. Ö...
Ez is a régi házhoz tartozó rész. Ez jó. Zárja az utat előlünk. Hohoho, burning. Égő cucc. Jó, tárazunk. Úgy néz ki, hogy... Úgy néz ki, hogy szarul állunk ismételten. Minden téren. Ennek is meg lesz a szerepe. Ott fel tudom menni. Nem tudunk bemenni, bár a hangok nem is túl bizalomgerjesztőek ahhoz, hogy, hogy arra akarjak én menni. Pókok. Jó. Másik oldalról van bezárva. Oké, tartalékoskodunk. Jó. Oké. Na azt kéne megnézni, hogy most ugyebár ilyet nem tudunk csinálni, viszont ilyet tudunk, de ez gránátvetőhöz történ, és hát közel se állunk a gránátvetőhöz, és az a baj, hogy nem tudjuk szétszedni se a csempfiúát, úgyhogy... úgyhogy csak ezt tudunk csinálni. Ó. Ó. Hát mindegy. Ezt néztük kicsit, mindegy. Opp, köszi. Hát jó, tehát az ablakok veszélyesek. És ő nagyra tud nyúlni. Pókicák. Nem használjuk túlzottan el. Olyan jó, hogy egy csomó kraftolni való anyagot kapunk, viszont... Elég brutális hangokat hallok itt erről. Handgun ammo, oké. Hoho, hoho. Aha. Az köszi, le is zuhantam, jó? Aha, jó? Oké, gyorsan. Craftolni kell.
Oké. Okay. Gyere ide, takarodj. Gyere. Gyere, játsszok le. You locked in. Unlocked. Au. Oké. Na gyerünk. Oké. Úgy néz ki, hogy ez a leghatásosabb fegyver ellene. Van két teljes tárunk. Hoho! Hol vagy? Hol vagy? Ha, first mate. Nincs elég helyem. Miért nincs elég helyem? Oké. Okay. Na hol vagy? Talán vagyok töltényen. Ilyenkor persze nem jön. Hol vagy? Na hol van? Na mi van? Most akkor? Ez jó, viszont több mindenem már nincs. Mármint, hogy nem tudok semmit csinálni. Se élet, se semmi. Megint itt tartok, hogy se életem, semmi. Ez a játék.
meg is haltam. Jaj. Na most kipróbáljuk azt a részt, hogy... Hogy is vagyok? Itt vagyok, fölvettem ezeket. Ezt hiben nem tudjuk kinyitni. Aha. A maximális életem megnőtt. Az egy jó pont. Tehát akkor így végül is oké. Így rendben van a dolog. Hát, oké. Jó. Meglátjuk. Oké, szóval ott nem tudunk bemenni, mert el van takarva, ugyebár a pókokkal. Ide megint csak nem tudunk bejönni. Ezt szét tudjuk verni. Égő. Ezt fogom majd kinyitni belülről, igen. Ság szerint. Nem csinálunk semmit. Szép óvatosan kinyitjuk. Kiégetjük. Oké. Szóval... csinálunk egy... Hát nem is tudom. Kipróbáljuk ezt a erősebbik fegyvertöltényt. Bele is töltöttük a fegyverbe. Azt hozza be elsőnek. Megnézzük, lehet, hogy egy kicsit erősebbet tud sebezni. Elvileg hivatalosan azt csinálja, hogy erősebben sebzi. Egy kicsit megégettük. A zöldség ne továbbja. Kézi fegyvertöltény, az egy jó pont, ez az, égő. Na, azt most... A francba. Áú. Hát ez jól esett, gyerekek, köszönöm. Ez a szépen lassan ráfordulok a létrára.
csak, menekülj. Jól teszed, jól teszed. Na, vagy te. Na, áú! Köszi, köszi. Leveszük a gyógyszert. Gyorsan csináljuk vonzanégőt. Áú. Oké. Áú, áú, ez igazán fájt. Most visszatértem, bocsánat, egy kis technikai probléma történt. Konkrétan valami nem tetszett a gépnek, és újraindult. Ezért elnézést kérek, de már is folytatjuk ott, ahol abba hagytunk a játékot. Reménykedem benne, hogy majd csak sikerül megölni. Valahogy nem akarja az igazságot. Na szóval, visszatértünk. Oda, ahol voltunk, újra felszedjük mint azt, amit ideig nem szedtünk, vagy felszedtünk éppen. Szóval... beszúrtuk magunknak az injekciót, ezt fölösleges megtartani, hiszen nem veszük használt annak, hogy foglalja a tárhelyet, hiszen megtaláltuk már ezt a treasure-t, úgyhogy... értelmetlen. Jó, töltény betárazva. Ezt majd másik oldalról kinyitjuk, az nem érdekes az az ajtó. Itt a bogarak, azok zavaró tényezők. Jó. Oké. Szóval... megint megpróbálkozunk ezzel a tölténnyel, ez az erősebb tölténnyel. Hát ha egy kicsit segíteni fog a dologban. Szóval följövünk ide. Volt itt lent valahol még egy izé? Volt lent még valahol egy töltény. Ehhez valami tölténytár volt még itt. Lent. Ah, a drog. Amivel látjuk a láthatatlan. Nem, de... segít. Előtérbe hozni a dolgot. Az honnan kerültél elő? Ne. A rohadt anyját. Ó, basszus. Tehát ez... Au. Ez itt nem jó. Little girl, come on now with me. We're gonna
majd most vissza fölmegyünk. És megalkotjuk. Aha, oké. Hol vagy? Áú! Az... A francba, mert megint leestem. Idegesítő ezek a... Na, ez nem rövök együtt érez. Örülnék meg. Na, nyugszik a beteg, nem rágja a rácsot. Jó lenne, visszaváltanánk. Nem! Sima fegyverre. Ezek is elég idegesítők, hogy ilyet... ilyet lepetézít ide nekünk. Köszi. Ajaj, ezek a fő ellenséges harcok. Jó, csak az ember nem tud eljönni. Na akkor jól csinálja, vagy nem csinálja jól. Mert pont amiatt, hogy játék annyira megpróbálja ezt a horror jelleget úgy megcsinálni, hogy semmiféle fajta információ nem közöl a játékossal, tehát egyszerűen nincs a fő ellenségnek életcsíkja, ami nem feltétlenül rossz dolog, csak nagyon hozzá kell szokni, és pont emiatt érdekes. Érdekes, hogy az ember nem tudja, hogy na most akkor sebzi-e vagy se például ilyenkor, mert nyilván nem mindegy. Mert... mert az ember beleereszt egy tárat, és csak ég, és egyszerűen nem tudja az ember, hogy... Most akkor ez tök jó, hogy ég, de egyszerűen most ez sebez, vagy nem sebez, vagy... Főleg így, hogy mindjárt elfogy a szupla belőle, és akkor egyszerűen azt sem tudom, hogy na most akkor jó, megöltem a fél életét, vagy
Vagy csak úgy nem tudom, hókamókáztam vele egyet, hogy megpirítottunk kicsit és jó. Boldogan élünk, amíg meg nem. Nem megy le, nem akarok lemenni. Mert itt most teljesen másként viselkedik, mint az előző harcban. Ami jó. Hiszen pont emiatt változatos a játék. Ezzel nincs is probléma, csak az ember nem tud készülni rá a lelkek. Na, akkor még egy kicsit kibírjunk, és akkor tök jó. Nyilván az ember nem idegeskedik talán annyit, hogy most akkor a fenében hiányzott 2 mm-nyi élete. De ez így, hogy... Ez így például kicsit vicces, hogy van 25 töltényem, hosszam be, és ennyi. És lehetőségem sincs beosztani, hiszen nem is tudom, hogy akkor hogy kéne megölni pontosan. Érdekes, mindegy. Próbálkozunk. Még lehet... Ho, húzzan égő! Rá jó nekünk. Hoppá! Megöltük! Hey! Brazos, megöltük. Uff. Hát jó. Ho-ho-ho-ho-ho-ho. De tuti. Ho-ho, punzenégő. Volt még valahol ilyen rács? Mert akkor úgy néz ki, hogy ezzel... Ezzel meg semmisült a nőnek ez a nyálkás valamije. De szerintem itt nagyon más nem volt. Hát jó. Hoho, sikerült! Úgy néz ki, akkor még egy fő ellenséget megöltünk. Ami jó hír. Csinálunk egy mentéspontot. Ha! Ezt észre se vettem. Hát jól van, srácok, én úgy érzem, hogy hát ha minden jól alakul, akkor két fő ellenséget is megöltünk. Mármint ugye a játék folyamán. Tehát a játék folyamán jelenleg úgy néz ki, hogy két fő ellenséget is megöltünk. És jól haladunk a történetben is, úgy érzem. Bár sajnos tényleg ezek a fő ellenséges harcok kicsit megviselnek mindenkit, engem is lelkileg. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy mára ennyi volt. Sajnálom, hogy egy kicsit később kezdtem a streamet, de sajnálatos munkaindokok miatt kicsit később tudtam csak kezdeni. De holnap a megszokott időben folytatom tovább a történetet, ott, ahol jelenleg most abba hagytuk. És mindenkit várok szeretettel.
aki itt volt és aki újdonsült, nyugodtan a megosztás ér. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, ha nem tetszett, akkor egy diszlájkot. Ha szeretnétek, iratkozzatok fel nyugodtan a csatornámra. És ha kérdésetek van, vagy a játékkal kapcsolatban, vagy egyéb dologgal kapcsolatban, számítástechnika ügyében nyugodtan keressetek, írjatok, és próbálok segíteni. Illetve, hogyha ezzel a játékkal végig sikerül vinnem, egyszer lassan, akkor akkor gondolkozzatok el egy játékon, hogy mit szeretnétek látni, esetleg mit szeretnétek, hogy végigjátszak. Nem muszáj egy horror túlélőre, akár egy FPS, akár egy folyamatosabb játékra, ami kicsit pörgősebb, dinamikusabb, amit így hétközben tudok játszani, hétvégére pedig marad a Witcher 3. Én addig is a holnapi viszontlátásra köszönöm szépen a figyelmet, és jó éjszakát nektek. Sziasztok!